Köszöntöm a kedves nézőket, Brockhauser Barbara vagyok. A frontok a mai napon még elkerülik a Kárpát-medence térségét, ugyanakkor nyugat-délnyugat felől enyhébb léghullámok érkeznek. Emiatt pedig gyenge meleg fronti hatás érvényesül. A hétvégére viszont már egy hullámzó frontrendszer hozza vissza a változékony időjárást. Többfelé kell csapadékra is számítanunk, vasárnapra pedig több fokos lehűlés is várható. A mai nap folyamán a Kárpát-medence legnagyobb részén, a keleti területeket leszámítva 18 és 24 fok között mozognak majd a csúcsértékek, de továbbra is számítanunk kell erős széllökésekre. A fátyol, illetve a gomoly felhőkből leginkább a keleti, illetve az északi tájakon alakulhat ki ma kisebb eső, illetve néhol sputó záporok. A következő napokban is erős viharos légmozgásra számíthatunk, pénteken, valamint szombaton még a déli-délnyugati áramlás lesz a jellemző. Majd vasárnaptól északnyugatira fordul a légmozgás, és ezzel megérkeznek a jóval hűvösebb léghullámok a Kárpát-medencébe. Így megfigyelhető, hogy vasárnap már néhol csupán 6 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Mindemellett péntektől kezdve fokozatosan megvastagszik a felhőtakaró, és vasárnapig bezárólag több felé kell csapadékra is számítanunk. A hétfői napon már vékonyodik, szakadozik a felhőzet, de még kitart a hűvösebb időjárás. Ugyanakkor az előrejelzések azt mutatják, hogy kettől kezdve már fokozatosan melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!